Ácseső hetente hallható az ország leghallgatottabb rádió csatornáján. A polgármester a Rádió 1 szexuális stúdiójában ezen a héten arról beszélt, hogy a polgármesteri hivatal munkájának minősége romlani fog, mert közel 20 szakember távozik onnan augusztus végéig. A távozó szakemberek között van maga a hivatalt évek óta vezető Molnár Kata jegyző és az egyik aljegyző is. Ácseső azt mondja, a dolgozók az éjjel szexárd által diktált munkaterhelés és felesleges feladatok miatt döntöttek e megoldás mellett. Ácseső úgy véli, szexárd jegyzőjének felmondása egy folyamat végeredménye. Molnár Kata nem tudta már azt a munkát elvégezni, amit 3 éve elvállalt a kollégái nélkül. 8 fős többségnek a felelőssége ilyen döntésekben is meg kell, hogy jelenjen. Addig terhelnek valakit, amíg nem bírja tovább és tönkreteszik lelkileg is, meg mentálisan is, meg fizikailag is, és nem marad más választása, mint az, hogy elmenjen. Most ezek után majd kíváncsi leszek, hogy a következő néhány hónapban vagy évben hogyan és miként fog működni a hivatal. Ácseső a rádiónak adott interjújában arról beszélt még, hogy 17 Tolna megyei települést összefogó szociális társulás került veszélybe az éjjel szexárd miatt. 4 település, köztük Bonyhád és Tolna ugyanis kilépett a társulásból a többségi frakció hangneme és tervei miatt. A társulási formában működő ellátórendszer magasabb támogatást kaphat. Ha azonban megszűnik a társulás, akkor kevesebb pénzből működő rendszert kell létrehozni, fogalmazott a városvezető. Ez pedig azt jelenti, hiszen például ebben a társulásban működik, vagy ilyen társulásban működik az idősek otthona, hogy azokat a szolgáltatásokat, amiket eddig adtunk, azt a színvonalat, amiért eddig tudtuk biztosítani, azt nem tudjuk a jövőben, mert kevesebb pénz áll majd rendelkezésre. Szexárd polgármestere jövő héten is hallható lesz a Rádió 1 műsorán.